Gránátdobáshoz, futás, gránátdobáshoz! Alig végeztek a négy ütemű fekvő támaszokkal, már a gránátdobáshoz kellett siessenek a fiatalok délelőtt a Bregyóban az országos haditorna verseny vármegyei döntőjén. Ennél a résznél már egy több mint két méter magas palánkon kellett átjussanak a diákok, de a feladatok közt lézerpuska lövészet is szerepelt. Összesen 8 versenyszámban kellett összemérjék tudásokat az induló csapatok. Nem csak fizikai, egészségügyi ismereteket igénylő és elméleti feladatok is vártak a diákokra. Számunkra az eddig elvégzett feladatok közül talán a mátrixfutás, illetve a váltófutás volt a legizgalmasabb, és úgy gondoljuk, hogy a feladatoknak a további része is izgalmakat teli lesz. Egy átlag vetélkedőhöz képest azért nehezebb minden évben az országos haditorna verseny, mert a feladatok nagy részére évközben nem igazán tudnak készülni az iskolában a diákok. Szerintem nem lehet semmikre felkészülni rendesen. Eddig meg csak a futás és a totó volt nekünk meg. A totóra fel lehetett készülni, azok történelmi kérdések voltak. A futás nehéz volt, mivel egy fegyverrel a kezünkbe kellett futni. Fejér vármegyei döntőre 3 városból 19 középiskolás csapat érkezett. Az évről évre megrendezett haditorna versenyen pedig minden résztvevő egy kicsit közelebbi képet kapott a Magyar Honvédségről is. A Magyar Honvédség egyik fontos eleme a sport, az egészséges életmód. Felhívjuk a fiatalok figyelmét a sport, az egészséges életmódra, illetve a hazaszeretetre, a honvédelmi nevelésnek is ez egy része. Próbáljuk így a versenyen keresztül ráirányítani a fiatalok figyelmét a Magyar Honvédségre. Fejér vármegyei verseny eredményhirdetésén részt vett Horváth Miklós Csaba, Székesfehérvár alpolgármestere is, aki elmondta, fontos, hogy nagy hangsúlyt fektessenek a fiatalok katonai nevelésére. Ez mindenhogyan nagyon fontos, nem csak a városnak, hanem az egész országnak. Főleg miután tudjuk, hogy milyen a helyzet környezetünkben, tehát az én generációm még megszokta a békeidőszakot, és azt hittük, hogy soha többé háború, és látjuk, eljutottunk idáig, és bizony ezzel muszáj foglalkozni, főleg a fiatalok körében, és ezért valóban örömmel adott helyet Székesfehérvár, gondolom, és itt a katona kollégák tisztekkel együtt ennek a versenynek. A záró eseményen mindegyik csapat elismerésben részesült, a legjobbak pedig már biztosan ott lesznek a jövő tavaszi döntőben.